Itt van, ez egy nagyon emblematikus hely a színházban. Ez úgy szép a próbatábla, ezt most csak azért elmondom, hogy ez nekünk a szentírás. Ugye mindig ide van kiírva, hogy mi történik, meg miről beszélünk, mi lesz holnap, mi lesz két nap múlva. Ugye két része, most nem tudom mennyire érdekes. Ez ugye itt van, ez a napi próbatáblánk, az pedig a heti. Ott ez egy ilyen tájékoztató jellő is. Tehát ami ide ki van írva, az mindig megtörténik, és azon kívül más nekünk nagyon nem szabad csinálni abban az értelemben, hogy itt egy eléggé szigorú a munkarend. A színházban van 300 dolgozó, van körülbelül a fele a művészeti állomány. Most belesünk a színpadra. Ez a nagy színpadra vezető öltöző folyosó. Ugye itt ilyen női öltözők vannak. Úgyhogy most nem nézünk be. Na, majd egyszer. Van itt egy nagy tükör, ugye mindenki azt mondja, hogy általában itt biztos a színészek hiúsága miatt van. Ez abszolút szakmailag van itt ez a tükör. Ugye egy színpadra lépés előtt mindenki köteles ellenőrizni a jelmezét, hogy rendben van-e, rajta van-e minden, nincs-e kigombolódva, kikapcsolódva, elszakadva, nem tudom, azt itt meg szoktuk nézni a tükörben, aztán van még egy ilyen ellenőrző pont. Itt van, ezt nem tudom, kinek lehet érdekes, de ezt sem szokták ugye a nézők nagyon látni. Itt szereljük a mikroportokat, itt kapjuk meg általában. Itt van a vezérlő tornyai, ezt nyugodtan nézzétek meg. Ez a mikroportoknak a vezérlő tornyai. És minden színésznek külön névre szóló kis táskája van, amiben a mikroportját megkapja, egy ilyen gumiöv. Az enyém is ott van valahol, de nem tudom, hogy hol. Ez gondolom a Cirkusz Hercegnő stábjának az övei, most azok vannak oda kirakva. Ugye a hangosítóknak itt össze van rakva, melyik a hányas számú port, melyik kié. Ezek pontosan tudják. A kedvenc kiírásomat szereztük, a hangosítás csak faluházi dolgozót kezelheti. Most, ugye pontosan egy hét múlva, 5-én jövő pénteken lesz a Három nővér című Csehov műnek a bemutató előadása jövő hét pénteken, október 5-én. Arra készülünk most, tehát ez a főpróba hét eleje. Itt, amit láttak, ha ide befordultak, ez a lelke és a motorja itt a nagy színház, vagy nagy színpad előadásnak, ez úgynevezett ügyelői pult. Van egy ügyelő nevű dolgozó, vagy kolléga, amit nagyon kedves barátom, mi esetünkben jelenség Dani, aki innen kézben tartja az egész előadást, mindenkit irányít, mindenkit szervez, logisztikázik, mindent ő csinált, tehát ő neki kell tudni mindent az előadásról. Ő irányítja ugye a hangosítókat, világosítókat, akik kinnülnek a pultokra, a színészeknek, ő szól, hogy mikor kell színpadra jönni, stb. Tehát neki mindent kell tudni az előadásról. Értem, már csak azért érdemes, mert hogy itt, innen, így néz ki a nézőtér színpadról. Az a vicces, hogy innen kisebbnek tűnik szerintem, mint igen. Igen, sokkal. Innen kisebbnek tűnik. Itt most mit csináltuk? A világítást szereltek az oszlopokban? Igen, meg ide. Meg ott elő van. Hát ugye most készül, most rakódik össze, a díszlet sem teljes még, most rakódik össze ezt nem is tudom, ez a harmadik felvonásnak a díszlet, ahogy jól tudom, vagy a negyediké. Negyediké. Azt fogjuk próbálni este, a harmadik, negyedik felvonás, és azt szerelgetik itt most ugye a különböző kellékeket. Ha óvatosan, de nézzetek a lábatok elé, de arra kimegyünk a díszleten keresztül. Ugye az nagy színpad, annyit kell tudni róla, most ugye rá van építve a díszlet a színpad deszkára, tehát nem látszik csak hátul, de azt nagyon fontos tudni szerintem erről a színházról, meg erről a színpadról, hogy nagyon sokáig, most már van második, nagyon sokáig egyedülálló színpadtechnikával rendelkeztünk. Most is van olyan vonás, az azt majd lenn megmutatom a helyén, ami nem sok helyen van. Ugye van itt egy kétosztatú forgónk van, forgószínpadunk van, ami azt jelenti, hogy van egy tárcsa és egy gyűrű, ami különböző irányokba is tud forogni, és ez nagyon kevés színházban volt nagyon sokáig, most már nyilván van, de itt volt először. Különböző irányokba tud forogni. És dönthető a színpadunk, tehát olyan értelmi lejtős, tehát nem kell építeni lejtőt, hanem dönthető a színpad, 2 méter tud emelkedni a hátulja, és ami a kuriózum benne, amilyen viszont tudomásom szerint nincsen máshol, de sehol, hogy a döntött állapotban is tud működni a forgó. Tehát azért ez nagyon... Ez lett volna egyébként a kérdés, hogy ez döntött állapotban működőképes a színpadforgó. Ezt én tudomásom szerint nincs máshol, tehát másik magyarországi színházban nincs ilyen színpadtechnika. Elképzelhető, hogy van, de én nem tudok róla. Ugye itt csak ilyen stílszerűen menjünk akkor ott az ajtón keresztül ki a díszletből.
hogy eddig látja a néző általában a díszletet, itt most valami van, ott van, történik valami, nem tudom, hogy azzal mi lesz, de az valaminek biztos, hogy működni kell. Vagy azt hiszem, hogy ez lesz az önjáró ajtó, ha jól gondolom, ez ennek magától kell mindig zárulni majd. Hát és itt ki vannak készítve általában, itt már az oldalsó kellékasztalokra. Nagyon vicces, a lila szín jól látszik a sötétben. Ide ki vannak készítve, amiket használunk az előadásban. Egy-két kellék. A zongor az be van kötve, mert játszik a három nővérbe, átmegy hátul azt hiszem majd. De úgyhogy megemelik, tehát hogy a levegőbe. Ugye fölnéztek, de oda fel fogom menni majd, de fölnéztek, de alulról néz ki nagyon jól az úgynevezett zsinórpadlás, mert oda a színpadmester feljön velünk, hogy tud nekünk segíteni bizonyos dolgokat. És ugye nagyon sok olyan mozgó díszlet van, amikor vertikálisan függőlegesen mozog a díszlet, az ugye mindegyiknek ott van, valamint különböző világosító eszközök vannak oda bekötve, lámpák, reflektorok, egyébek, térre választó függőnyek, ezt lehet látni minden lentől, de majd fel fog menni oda a zsinórba, úgy hívják a zsinóró, zsinórpadlásnak hívják, oda fel fog menni a zsinórba. Ott hátul be tudtok van lesni, de oda igazából nem érdemes bemenni, de majd fogunk arra is menni. Itt most ugye a három nővér miatt ugye van egy ilyen hátfalunk, ez egy operafóliának hívják, ezt eltakarjuk, és itt hátul az iszonyatos élet van közben, tehát próbálom előadás közben, itt ugye öltöznek az emberek, nem tudom. Arra szoktuk általában azt a teret használni. Ez a kelléktárunk, most ugye csak így bekanyarodni érzem, és ha lemegyünk a nagy bútorra, tehát valami lentre. Hát itt kellékek, bútorok, ott fönt még van egy szint, ami gyakorlatilag egy akkora szoba, még fűzve, és ott tele van mindenféle apró kacattal. Ami a zseniális a kellékesekben, hogy ők mindenről tudják, hogy mi hol van. Tehát én nem tudom, hogy kérek egy lilára festett tehenet, akkor azt a Szabolcs, a Krisztán Szabő a kellékter vezető, akkor azt előhúzza valami sarokból. Ha nincs, akkor legyártják, tehát az nincs, akkor csinálnak. De hát általában azért majdnem mindenünk van. Még érdekes, hogy olyan színészek is, meg egyéb dolgozók is, hogy azért nagyon jó az a kellékter, mert alapvetően benyel mindent. Tehát, hogy ha bármire otthon nincs szükség, ugye nem dobjuk ki, hasznosítjuk, behozzuk, ők majd csinálnak valamit vele, biztos, hogy jót teszünk azzal, hogyha odaadjuk nekik. Úgyhogy itt is van a Szabolcs. Gyere csak, Szabikám, szevasz! Ő itt a főnök, ez ő kis birodalma, és ő az, aki mindent tud, hogy hol van. Ha jó, nem bizonyítsuk, hogy nem így van. Nem kérünk semmit, csak nézzük az épületet. Raktárba benéztél? Tessék, raktárba nem néztem be. De miért be akarok nézni a raktárba? Nem muszáj? Jó, megyünk körbe, akkor szerintem azt csináljuk, hogy most ugye kanyarodunk egyet, még itt van, ide szükség lesz a lámpára. És itt nézzetek a lábatok elé, főleg te Zsolti a nagy kameráddal, még lemegyünk a színpad alá. Na ezt aztán végképp nem látják a nézők, mert hogy nem is szokott látszani. Meg nem is lehet látni. Igen. És most mászunk, László. Most nem mindig óvatosnak preferál. Kell lenni, meg nézzetek a lábatok elé, meg... Szóval itt van az a bizonyos forgó szerkezet, meg emelő szerkezet, hidraulika, ami alul mozgatja ugye a színpadot. A másik színpadon, ugye a csarnokban át akartalak vinni benneteket, benézhetünk oda, és ott szerettem volna a működés közben mutatni a forgót, de nem lehet, mert most át van szerelve ide a forgó motorja, ha jól tudom, a csarnok forgónak, mert azt nem annyira használjuk. Hát itt van, ez itt így néz ki alulról, ez a kis ügy. Nyilván lehet látni ott ugye az emelőket. Az egész hidraulika. És hát azért ez elég nagy. És az ugye onnan, ahol megálltunk előbb az ügyelőpultnál, az ügyelőpult mellől lehet működtetni, ott van a kis szabályozó. Az a joystick, amit lehetett látni, azt sejtettem egyébként, hogy valami... Az a kis működtető, hogy azzal lehet működtetni minden, gyakorlatilag a színpad, tehát az alulról vezérelt színpadtechnikát, azt onnan tudják abban a kis pultban, a felülről vezére, fent a zsinórnak is vannak különböző irányító pultjai, illetve asztalai, azt majd szerintem rá fog tudni nézni arra. Ami érdekes még ebben, erre elnéztek most, hogyha mindjárt megkeresem már, elvileg, itt van például, látjátok, ugye a
az osztatot lehet látni, hogy hogy van osztva, hogy van alátámasztva. Vannak ilyen négyzet alakú lyukok rajta, ezek a süllyedők. A süllyedő, biztos láttatok már olyat, minden nyilván, aki már látott olyan előadást, amiben használták ezt a dolgot, ugye az, hogy alulról megérkezik valaki föl, nem tudom, mint a lifttel jönne, hogy itt van ez a bizonyos négyzet, és ennek megvan itt az alja, a szerkezet maga. Ide van írva a személyi süllyedőt, ez a... Ezt nyilván oda tolják alája. Ja, hogy ez így mobilan mozgatható. Ez mozgatható teljesen, értem, a forgóállástól függően oda teszik, ahol a luk van. Tehát gyakorlatilag így a színpad bármelyik pontján tud ez működni, nincsen lefixálva, hiszen ugye ott a forgó színpadnak köszönhetően azért nagyon sok minden, sok helyen. Sok pozícióban lehet az a süllyedő. És ezeket azt a kettő darab van belőle, vagy három, nem is tudom. De ezt oda tolják alá. Azért az, ugye embermozgatásról van szó, ez egy nagyon veszélyes dolog abban az értelemben, veszélyes üzem. Mert ha belegondoltuk abba, hogy tulajdonképpen, ha itt megnézitek fönt a fejed fölött, ahol az a négyzet itt van, hogy ott, ha csak egy ilyen centiméteres vagy milliméteres, ha milliméter mondjuk annyira talán nem, de centiméteres elcsúszással már nem működik ez a történet. Tehát ugye a forgónak nagy tűpontosan úgy kell megállni, ahol ide a szerkezetben van építve alá. Most nyilván alulról ez korrigálható, de nagyon sokszor pontosan azért, miután az embert kell mozgatni, azért ezt ugye fixen helyezik el. Tehát pontosan kell fölé állni azzal a dologgal. Itt még ami vicces lehet, hogy azért vigyázzatok, ezt kinyitom ezt a rajtót, itt ugye. Ez a zenekari árok. Ide is be tudunk jönni. Itt mondjuk egyrészt vaksötét van, másrészt, ha jöttök a lámpákon, akkor lehet kicsit látni. Soha nem értettem annak idején, hogy a zenészek hogy kerülnek oda le. De én azt nem értem, hogy hogy férnek el itt. Vigyázzatok, mert van... Ha elfordulsz arra a lámpával, azok most be is van szivacsozva, mert az tiszta olaj, az olajos. Ez a zenekari árok, ugye a zenészek innen kerülnek, hát be a színpadon, de oldalról ott a zenekari öltöző folyosó, az ott van kint, onnan egyenesen a zenekari öltözőktől ide vezet be az út, tehát onnan itt oldalról be tudnak jönni. Ami érdekesség még, azt most mondjuk el van egy kicsit takarva, ott láttuk egy ajtót, az elvileg az egy hangszigetelt hangoló helység, ugyanis előfordult, hogy előadás közben történik hangszerrel bármi húszakadás akár, akkor oda tud bevonulni előadás közben is akár a kolléga, és ott tudja hangolni is a hangszert, hiszen nem hallatszik ki, mert hangszigetelt a fülke. Most nincs rajta a kilincs, de nem szokták gondolom mostanában annyira használni. Volt egy nagyon vicces történet, hogy egyszer egy kedves kollega bezárta oda magát véletlenül, és ugye nem tud kijönni. Viszont hiába kiabál, ugye, mert hangszigetelt a helység, tehát hogy nem lehetett hallani, és mindenki őt kerest, hogy hol van. Bement egy operaénekes beénekelni oda, mert hogy az ott kicsit magányában legyen, és olyan jó sikerült bemenni, hogy nem tudott kijönni. És már a félváros őt kereste, tehát itt volt bent, és a szegény hiába zörgött meg kiabált, tehát nem lehetett hallani, ugye. Öt darab játszóhelyünk van, ami egyszerre most egy tavalyi apró átalakításnak köszönhetően egyszerre négy helyszínen tud előadás menni ebben a színházban. Ez ugye a nagy színpad, ahol voltunk, van mellettünk ugye a csarnok, a szerelőcsarnok, oda mindjárt át tudunk azon kanyarodni. Van még a kamaraszínházunk, ahol most éppen bemutató van a Félőlény című mesejátéknak a bemutatója, azért most oda nem tudunk bemenni a színpadra, de alulról majd meg fogjuk nézni. És tehát egyszerre négy, valamint van a nyári színház, azt is megmutatom a működési elvét, ha oda felmentünk. Aztán az öték, van még a játékszín, egy kicsit tulajdonképpen ilyen szobaszínházi terem, tehát egy kis színház, tehát összesen öt játszóhelyünk van, és egyszerre négy helyen tudunk játszani. Öt helyen is tudnánk, de azért, mert igazából úgy van öt játszóhely, hogy abból egy játszóhely tulajdonképpen kettő, mert azt majd mindjárt megnézzük, úgyhogy meg ott inkább elmondom. Erre jobbra ugye itt a takarítónak költünk, hátra van a Tivisztorház, de azt igazából szerintem annyira nem egy érdekfeszítő dolog nézni egy 10.000 kilovattos biztosítékot, tehát azt nem tudom, mennyire érdekes. Engem speciál nem érdekel. Az én számomra a fő érdekesség. Tényleg, ez van egy érdekes. Kinyitni nem tudjuk, meg nem mehetünk bele. Nem probléma. De hát gyertek, az egész ott van hátul. De itt van. Hát ez eléggé az egzugos itt azért, de hát gondoljátok. Tessék? Hát igen, urbex hangulata van most már azért. Figyeljetek, ez itt a... Hát itt nyilván Miki bácsinak ez a festőeszközöknek az ár nyilván vegyülni, hogy itt vigyázzatok fejre mindenre. Itt ugye raktározódnak a dolgok. Mi vannak itt, hogy fényben? Hát itt... Inverter szoba, hát azt... Na, ez érdekel téged, gondolom. Hát igen, az ilyesmi az.
Egy óriás születmentes tápegységről beszélünk egyébként. Biztos, hogy mit jelent, én nem tudom. Hát az inverter az egy feszültség átalakító, az annak a működési elve az, hogy egy kis szintű egyenfeszültségből csinál nagyobb szintű látófeszültséget. Hát ez itt Lidérc következik, Lidérchez kérném szépen a szintet. Az egész színházban, minden sarkában, minden zegzugában van egy ilyen kis hangszóró, amit azért utasítónak hívták régen, most még hívónak hívjuk, tehát annyira finomodott. Tehát itt ugye az éppen futó dolgokról, előadások próbál, ezen keresztül kap tájékoztatást gyakorlatilag mindenki, mert ugye annan nagyon nem szabad lemaradni. Igen. Hát ez ugye... Úgy néz ki, hogy egy nagy ventilátor lenne, és azért van, mert az az. És a neve is szószoros értelműben érthető? Igen, hát szélgép, ugye ezzel csinálok szelet. A hangosító raktárat is meg tudjuk nézni, te vasz, Gabi. Biztos, hogy ez itt a természetesen. Hangosítás. Hát itt a raktár, hangosító raktár. Működő hangszer, nyilván. És ez itt fölöttünk a színpadnak egy részlete? Látható igen, vagy? Most éppen konkrétan a csarnok alatt vagyunk. Ez a csarnok, ez a szerelőcsarnok, ami ugye innen van kiszerelve a forgalomotor, és át van téve oda. Ez a szerelőcsarnok, de oda majd fölmegyünk. Jó, csak úgy láttam, hogy ez valami igen, ez a hasonló szerkezet, mint a színpad deszkája. Ugyanúgy tud forogni, az is, csak ugye most a motor nincsen föltéve. Szóval most be fogunk menni, egymás mellett van a két raktárunk, ugye a motor és a jelmez. Most a motorraktárt választottam, mert hogy a jelmezt egyrészt szigorú leltár van, és csak úgy felügyelettel mehetünk be. Na, úgy kell elképzelni, hogy ugyanakkor majd, amint végigmegyünk, hogy ugyanakkor a helység van ugye mellette, és az végig tel van ruhával. De most a motorraktárt választottuk, a motorraktáron keresztül megyünk. Ugyan látjátok, itt van aztán mindent. És szerintem a jó körülnézni, hogy máig harcoló német katonai alakulatot is találunk meg. Hát itt azért meg tudna bújni néhány ember. Hát igen, de és az a vicces, hogy tulajdonképpen ezek alapvetően ezek a nem használt bútorok. Tehát ezek azok a bútorok, amiket per pillanat nem használunk semmire. Mert hogy ezek nem játszanak előadásokban. Nyilván, ahogy játszik, az fönt egy másik raktárban van, majd azt oda sem tudunk most bemenni. Illetve, de meg tudjuk nézni a részét majd. Tehát ezek azok a bútorok, amiket nem használunk mostanában. Be van tárolva szépen leltári számmal. Ugye előbb voltunk a kelléktárban, ugye ennek is, tehát ez kellék és bútortár, ugye azt úgy hívják, és a kellék és a bútorért is előfelelős. Tehát itt is van azért gyakorlatilag minden az égetett a világon. Jól megnézitek. Igazából ide is tudunk mindenféle felajánlásokat elfogadni. És ezek egyébként ilyen felajánlásokból nem, hát alapvetően, ilyen... ennek, amit itt láttok, ennek körülbelül szerintem a 90% az gyártott bútor, azt itt csináltuk mi nálunk, mert ott végig fogunk menni a műhely folyosón. Ha akarjátok, akkor egyesével kinyitjuk a műhelyeket, van asztalos, lakatos, festő egymás mellett, mi mindent így gyártunk nagyjából magunknak. Ez egészen egyszerűen azért, mert hogy ugye készülnek díszletek a színházba, a színpadokra, előadásokhoz készülnek díszletek, ez nagyon nem mindegy a méret, tehát hogy kell egy szék, de most hogyha nem tudom, hogy nagykereskedelmi forgalomban csak olyat lehet kapni, ami oda nagy vagy kicsi, akkor az nem jó, akkor le kell gyártani pontosan abban a méretben, amekkorára szükség van. Tehát ezek alapvetően gyártott bútorok. Hát itt gondoltam én itt ugye a kérdésemmel a bútorokon kívül azokra a kellékekre, mint például ott volt egy gáztűsze, egy sógér, hát igen, azok, a, hát azok meg, na, vagy fölajánlásban, vagy ezeket, hogyha szükség van rá az előadásban, akkor veszünk. Uh-huh. Tehát akkor színes fogja magát, és vesz, és akkor vesz három mosógépet, meg két, nem tudom, amire éppen szükség van. Most itt átmegyünk mindjárt, hogy ott én nem nagyon fogok beszélni most a színpad alatt, mert most kérjünk a Kamaraszínház alá. És éppen felöttünk folyik a Félőlény című mesejátéknak a bemutatója. Úgyhogy üdvend van igazából a színházban ilyenkor. Itt is van egy
kisebb helység, ahol különböző bútorok vannak, ugye itt is felhalmozva. Nagyon kisebb, hogy ennél kisebb. És most egy kicsit füleltek, akkor lehet hallani, hogy a fejünk fölött történik az előadás. Színpadnak a zenekari árka. És most tele van gyerekkel, ott kint a nézőtér. Egy mesejátékban mutató. Még ott is körbenézhetnek, de igazából bútorok. Ott az ember ügyeletben, mert biztos játszik valami. Színelő, a legkisebb játszóhelyünk van, most ott fogunk mellette fölvenni. Ott a tegnap volt a bemutatója, a Lír halála című kétszemélyes producer. Nagyon jó, azt nagyon nézze meg mindenki szerintem. Én nekem nagyon nem szoktam érteni, hogy az asszony, ez tényleg jó. Ez a színház legkisebb színházterve. Szia! Gerika. Itt van ezen a színpadon történik a Lír halála című előadás, ez hozzávetően 80-100 hely van. Előadás díszletet a feleségem tervezte. Igazából ez emiatt van az egész, csak hogy ez... Persze, hogy elnézek egy díszletet, elmagyarázom, miről szól. Nagyon okos díszlet egyébként, mert ilyen... Úgyhogy... Ezt csinálta Marian. Három televízió folyamatosan játszik az előadásban, végig ugye vetítenek rajta, nagyon jól néz ki. Jó, de vigyázz, köszönöm. Belső udvarra, a színház belső udvarára. A színház belső udvarra ugye ide se szoktak annyira nézők járni. Csak amikor előadás van a nyári színházban, de akkor nyilván azért rendet szoktunk rakni. Tehát szép. Ez általában legtöbbet az Opera Fesztivál alatt működik, itt rendszeresen van ezt nevű előadás a nyári színházban. Ami az érdekes, előbb mondtam el, ez a négy játszóhely, öt játszóhely, most úgy öt játszóhely, hogy a nyári színház az ötödik. És ott, amit láttok, az arany, vagy barnás, vagy nem tudom milyen fal, az egy vasfüggöny. És azt elhúzzuk, azt a vasfüggönyt, akkor a Csarnok nevű színház teremre látunk rá, ami alatt az előbb lenn voltunk, és akkor most mindjárt oda be fogunk menni, innen most adjunk, csak elmenjünk a műhelyek mellett, és akkor ott egyenesen be fogunk menni az a Csarnokba, és akkor tulajdonképpen az egy játszó terem. Most megy az előadás. Tehát, hogy az egy belső játszóhely tulajdonképpen, tehát ez egy szoba, viszont ha elhúzzuk ezt a vasfüggönyt, akkor meg a nyári színház nézőterére látunk, tehát innen lehet nézni az előadást, ami azon a színpadon történik. És ez kérdés is lett volna egyébként, amire már meg is kaptuk ugye a választ, jó, mert én azt hittem, hogy ugye mivel függöny,
nem tudtam elképzelni, hogy annak két oldalra van annyi hely, ahova szétmegy. Én azt hittem, hogy az föl vagy lefele. Ez fölfelé megy. Fölfelé? Fölfelé megy, majd menjünk tovább. Tehát akkor a nagy színházteremben az a fekete, amit leszoktuk kereszteni, az a vasfüggöny. Igen. Igen. Az a helyekben, igen. A losfehér, hát az a belülő fekete. Hát van, hogy igen, szint a felé. Jó. Elő? Na, szólunk neki. Akartos bakaszt, vagy aztok? Figyelj, igazából nem tudom, hogy a műhelyek érdekesek a számotokra. Érdekesek számotokra? Természetesen. Oké, akkor hozzatom a kulcsot. Annyi a, tehát ami még szintén ilyen, nem mondom, hogy egyedülálló, mert azért van minden színház, de az, hogy egy épületen belül van a saját gyártósorunk is, tehát gyakorlatilag itt, hanem, tehát ez egy óriási, hogy mondjam, anyagi megtakarítás, tehát spórolás, vagy pénzmegtakarítás a színházak, hogy nem kell szállítani a díszleteket, hanem itt legyártjuk, és innen csak át kell vinni a színpadra. Úgyhogy... ez az úgynevezett műhelyi folyosó, itt tudunk átmenni a Kavara Színházba, ahol most éppen folyik az előadás, de most nem tudunk benézni az előadást pontosan. És van hát a három fő műhely, ugye fönt még vannak, de nem érdemes bemenni egyébként szinte annyira. Vannak ugye a szabótárak, fodrásztárak, ilyesmi öltözők, egy öltözőt megnézhetünk, ha akkor találjátok. Ezek egyébként, ezek a kiszolgáló épületek, nevezzük úgy, épület. Az mikor épült a színházhoz? Ugye gondolom, hogy maga a színház épület, ami a fő homlokzati épület odakintről, az volt kezdetben. Igen, hát ezt ugye úgy épült maga a színház, hogy láthatok róla egy kis tájékoztatást kapni. Ez ugye ilyen közadakozásból építették annak ide. 1819-ben volt az ünnepélyes alapkő letétel, és 1823. augusztus 24-én nyílt meg a színház. 1843-ban volt egy miskolci tűzvész, és ott elpusztult teljesen az épület. És egy részvénytársaságot hoztak létre a újjáépítésre, a költsége, újjáépítés költségének fedezésére, és itt közadakozásból és az itt játszó társulatok felajánlásaiból sikerült újjáépíteni. Most a 90-es évek elején volt egy nagy átépítés, és ugye gondolom akkor történnek ezek a bővítések, de szerintem ez mint olyan, ez már megvolt, tehát eleve úgy tervezték szerintem az épületet, ha jól tudom, tudomásom szerint, hogy ez a gyártósor, ez nem. Tehát a lakatos műhelyben vagyunk, egy nyilván nekem kisverős, minden. A lakatosok már hazamentek, mert lejárt a munkaidejük, de hát ugye nem beszél arra, hogy hétvége van. Úgyhogy itt, hát minden, tehát ami előadásra vas szerkezet kell, az általában itt készül, sőt, hát minden. Gyertek. Ugye itt is van, ezek a... Ami érdekes lehet, hogy ezek a dobogók állományok, amiket ugye ilyen jelzésdíszletekre használnak. Ez konkrétan a hóhérokban van. Ez játszó? Igen. Ez a játszó, ugye? Igen. Az az alja. Asztalos műhely. Szép tágas. Hát igen. Ha megnéztek még tulajdonképpen, tehát ugye a... Még a logisztikai sorrend is annyira, meg ugye az asztal, vagy a lakatos műhelyből kerül át, hogyha esetleg hozzá szerelendő fa anyag van, akkor kerül az asztal, és az asztalosból, ott közös is az ajtajuk. Ugye, de ott előről megyünk a festőbe? Előről vagy itt átlenjünk? Hát igen, hát ez jó, elég jól van ki, tehát szisztematikusan van ki, tehát olyannyira képzeljétek el. Itt a festőművel, hát itt át kell mászni. Annyi ezen. Ez a díszletfestőknek a irodalma. És hogy olyannyira mondom, hogy logikusan van, hogy még a munkaidőben is úgy van, képzeljétek el, hogy az asztalosok hétre járnak dolgozni, ha jól tudom, a festők pedig 8-ra. És ez amiatt van, mert ugye, amit ők egy óra alatt megcsinálnak, az pont az egy óra csúszás, már át tudják adni festésre, hogy akkor nincsen üres, tehát nem esik ki munkaidő, tehát hogy egy órányi munkájukat már itt lehet csinálni tovább. Ugye itt kerülnek rá az utolsó, szó szerint az utolsó ecsetvonások a díszletekre általában. Már is itt vagyunk a zsargonba. Szóval ez a csarnok,
azért csarnok a neve, mert ez egy szerelő csarnoknak épült. Ugye előbb voltunk a nagy színpadon a három nővének a díszlete, és ez ugye arra szolgált ez a helyiség, hogy először itt építették össze az elkészült díszleteket, tehát nem került a helyére, hanem az eset, mert itt még ugye az esetleges korrigálásokat el lehetett végezni. Ennek ugye a játszófelület azért pontosan akkora, mint a nagy színpad. Aztán még utána gyakorlatilag kiépített színpad technika is tartozik hozzá, azt majd fönn a zsinort meg tudjuk nézni. Kiépített színpadtechnika is tartozik hozzá, aztán egyszer csak valaki rájött, hogy milyen nagyszerűen lehet előadásokat is tartani. Annyi, hogy igazából, tehát egy negatívot lehet sem mondani, hogy ez akusztikailag nincs egészen rendben ez a terem, tehát nagyon nehéz átbeszélni. Most tényleg furcsának tűnik, de például a Nagyszínház, ami jóval nagyobb légköbméter, tehát az sokkal könnyebb bebeszélni, az arra van kialakítva, tehát úgy vannak a különböző fölépített elemek úgy vannak elhelyezve, hogy az akusztikailag megfeleljen annak, hogy a leghátsó sorban is jól érthető legyen. Itt erre ugye nem voltak tekintettel, hiszen nem ez volt a célja ennek a teremnek, de általában itt, hogyha úgy alakul, itt ugye legtöbbször táncelőadások szoktak itt lenni inkább, amikor nincsen annyira előtérben az élőbeszéd. Ha meg véletlenül előtérbe kerül, akkor meg általában a tervezők szoktak arra nagyjából figyelmet fordítani, hogy úgy essen a díszlet, hogy már aki, mert volt, aki nem fordított erre figyelmet. Azért javítson valamit az akusztikai helyzetén. Hát igen, mert hogy ugye a történetnek. Igen, ugye a tervezők azok azt úgy terveztek minden. De itt ha ezt kinyitjuk, ez az a bizonyos vasfüggöny, és ezt kinyitjuk, akkor ott jöttünk, tehát előbb ez a nyári színház. Igen, és akkor látható, hogy ott a nézőtér mögött jöttünk végig, amikor beérkeztünk a nyári színház udvarába. És volt már olyan történés, amikor egyszerre volt, tavaly is volt, hogy ment négyszer, sőt, az a vicces, hogy még olyan is volt, ez jó régen volt már, hogy az egyik kollégámmal ültünk az üvegcipőben a színpadon, és egyszer csak fölállt a kellős kátó, volt egy ilyen vacsora jelenet, és egyszer csak fölállt, és elindult, és kérdezte, hogy Bálint, hova mész? Hát hülye vagy előadás, vagy nem mehetsz közben, és igen, mondta, hogy ideális előadásom van, mert meg bohém élet volt, és abban is volt egy picike jelenet, tehát az egyik előadásából átment a másikba, és utána vissza kellett jönnie. Még olyan is volt, hogy így összecsúszik, de általában erre azért hozzá figyelni, ez ne forduljon. Ez igen. Van egy rossz deszka. És számunkra egyébként elég furcsa, hogy ebből a nézők mit sem sejtenek. Tehát... Hát igen, ez, de hát az a célunk, hogy a lehetőleg kevesebbet sejtsenek. Én szerintem. Természetes. Szóval most azt meg tudjuk csinálni még, hogy felmegyünk, egy kicsit fölfelé mozognánk, felmegyünk a lifttel, és Gábor megmutatja nekünk itt a csarnok zsinórt, tehát föl a zsinórba. Egyébként, aki nagyon bált, ez itt is föl tud mászni. Ugye végig van a létre föl. Tehát itt is föl lehet. Azért tudom, mert én ott játszottam ott fönn a legelső kis terasz, amikor a kokain futára volt, a legfelső terasz volt a helyem. Ott a fényszóró szintjén, ugye? Tehát aki akar, az fölmászhat a létrán is, de föl tud menni lifttel is. Szóval ezzel az úgynevezett zsinór. Adlát, a munkakarzat, hogy mondjam. Hát munkakarzat. A munkakarzat, a hivatalos neve. Ati, Nem világítás. Szerintem menjetek körbe. Teljesen körbe lehet rajta menni. Körbe lehet menni teljesen, Gabi? Igen, és akkor meg tudunk egy szépet fölmenni. Akkor László. Menjünk rá. Fentről látható szépen a forgószínpad, a tárcsa és a gyűrű. Innen jobban kivehető, hogy miről volt szó a színpad alatt. Ott egy László. Szervusz László.
Szervusz, László. Mondottam, nem nyúlok bele a fülébe. Na ugye itt kezdtünk, hát zárom lővét fölülről. Na itt neked vannak a lámpáid. Aha. Függöny. Itt ugye a karika az a cirkusz hercegnél van biztos. Itt van a bekötő cirkusz hercegnél, de ugye az is most megy nálam a cirkusz hercegnél. Ezt most neked kötöttük fel a három. Tudom, hogy neked direkt nekem lett. Három évben fogod használni. Ugyálok volt-e föl le. Mindjárt hozzá a kulcsukat. És ezeket a bajusz szakál, ezek valami speciális tapadó rétegre. Azt mindjárt lemegyünk, amikor lefelé megyünk, azt is meg tudom mutatni, azt gondoltam, ez legyen itt a teteje. Uh-huh. Az Mastixnak hívják, azt egy ilyen ragasztóanyaggal tesszük. Most nekem rengeteg maradék van a fejemen, mert ugye délelőtt volt rajtam, meg van a fűpróbázni. Aztán van egy fodrásztárok, oda is benézhetünk, ha gondoljátok, de egyébként valamint a fodrász üzletet tettük az álmodájban. Egyébként a színe az a legfontosabb, mint ebben a színe. Igen, a büfé, igen. Ott van valamint a büfé. Ugye kisebb-nagyobb próbatermek, ugye itt is. Én hoztam fel a kulcsát, ugye is mindegy. Ez a 418, úgy hívják, mi gondoltuk miért. Az a 418-as számú ajtó, azért. De tudom, csak úgy hívjuk, hogy nem próbaterem, meg nem tudom, negyedik emeleti próbaterem, a hivatalos neve egyébként. Mi 418-nak hívjuk, menjünk fel 418-os kívül, ide kell jönni. Ez egy kis próbaterem. Irodák, szabótárak, mert dolgoznak is most, mert főpróbaim van. Nagyon érzés, hogy mi szabók dolgoznak. Hát kérdezzem, hogy ők vagyok. Munka közben fel legyetek őket. Akár. Tessék. Igazából itt, ha lenéztek, ez jó nézkintű. Nem tudunk teljesen lemenni, mert van egy ajtó, ami el van zárva. Ismerős. Kartere még tudunk lemenni. Igen, ismerős. Igen, hát ezt itt így le lehet nézegetni. Itt vannak ugye a szabótárak, most készülnek a jelmezek, főpróba hét van. Fél-fél között. Nem tudom, itt van, velesünk a férfiakat, mert egy jó bakja, amit van, átadjuk van. Jó, nem dolgoznak, nyugodtan bejön. Itt meg ugye a szabó műhely, tehát itt most azért van ilyen össze-visszaság, mert ugye a három nővérben van közel 20 szereplő, és mindenkinek ugye nyilván, és mindenkinek van 4 ruhája. Sőt, van akinek 5 ruhája van. És itt hát ő körülötte csak a három nővérhez, plusz még ugye a statisztéria kiegészítő zenekar, ezért nem tudom mi, körülbelül 100-150 öltözet ruhát varnak meg egy előadáshoz. És hát ugye mindezt időre, aztán utána megjön a következő, ott a cirkusz hercegnőben nem is tudom, ott talán 100 körül van a szereplők száma mindenkivel együtt. És hát tehát az előadásonként több száz ruha. Ugye ez a férfi részleg, és ott szemben a lányok most is dolgoznak, hogy látjátok, hétvége van, szombat munkaidő lejár, de most is dolgoznak. Tehát akkor ezek szigorúan határidős dolgok. Hát igen, mert ugye a bemutatóra meg kell, hogy legyen, készen kell lenni. Tegnap volt az első öltözésünk. Az első öltözés az minden ilyen káoszt hoz, mert kiderül, hogy nem ütődik, nem jó, nagy, túl kicsi, nem ér ebben, nem tudom fölvenni, nem, tehát ez így kiszakott derülni közben. És hát itt varják most a ruhákat. Szerettem volna itt egy előadást játszani, csinálni, csak ugye nem lehet nézőket fölhozni ezzel a lépcsőt. Vigyázzatok, mert elég meredek lesz. Ezt hívjuk kupolának, majd mindjárt megmutatom, hogy miért. Nézzetek a lábatok elé, mert ez eléggé veszélyes dolgok ezek.
Itt most nagyjából a nézőtér fölött vagyunk. Ez fölülről a színház, tehát az, hogy el se sokan látta. A csillárszoba. Ati? Ja, csak hogy már oda úgy tudunk bemenni, oda egyszerre egy ember tud bemenni, ugye? Yeah. Nem túl erős. Oké. A kupola rész. Wow. Hát igen, ez itt a csillár. Pod. És tudom, mennyire látható, megpróbálok rázumolni. Ott van a színháznak a hatalmas csillárjának egy izzója. És alatta pedig a nézőtér. És pedig van egy szerkezet, ami mozgatja a csillát. Ki tud nyitni? Hát feljön, nem minden. Gyatilla éppen mászik, és mindjárt kiderül, hogy hol is vagyunk. Nézzétek! A színháznak ott egy kapaszkodó fölötte Attila. A színháznak vagyunk a tetején. Tehát innen meg is mutatom. Nagyon szép kilátás nyílik Miskolcra. A sétáló utca. Itt van a színháznak a tűztornya. A belső udvara. Nem tudom mennyire... Nem megyek ki jobban, mert ugye nem akarok innen nagyot zakózni. Ott a sétáló utca, most megpróbálok fókuszálni, lehet, hogy lesz egy kis zaja a mikrofonban. Ott a sétáló utcája Miskolcnak. És kíváncsiskorú gyalogosok már kiszúrták, hogy valami rendkívüli dolgot látnak a színház tetején, mert gondolom itt ember nem nagyon szokott mászkálni. Baba. És akkor nézzétek, lent esett róla szó, a nézőtérnek a kupolájából van egy füst elszívó. Ez ennek a kivezetése, és erről azt kell tudni, hogy ezzel pont egy zsinórba esik a színháznak a csillárja. Tehát ennek a füstelszívó aknának a közepébe van a színház nézőtér óriás kristály csillárjának a mozgató szerkezete. Megpróbáltam elmondani gyorsan, bár kicsit fázok és talán hadarúsnak tűnhet a hangom. Na? De így könnyű, hogy ez old, jó, hogy mondtad, hogy van itt. Igen. Kapaszkodunk. Csak az a baj, Attila, nekem kell először, mert nem lesz, aki lecsukja az ajtót. Én lecsukom most. Hát adjon a kamerát is, akkor lecsukom. Igen, az valahogy működik, hogy az becsukják, mert ez beszokott csukva lenni. Becsukjuk, nincs ez. Gyerked, menjünk ott, Szami. Hát igen, most olyan három nővér kezdődik, abban, hogy a katonák játszanak alapvetően, én mondjuk nem.
Itt most egy kicsit rendetlenség van az asztalomon, tegnap volt az első öltözés, vizet iszom előadás közben, nyilvánvalóan. Egy olyan kellék, időnként kiszokták adni az öltözőnket, ugye ilyen rendezvények iskolásoknak, és ezt most nem tudom, valaki leszette innen az iplogot, és a kezében van egy kis tábla, az is itt van valahol, hogy én hozzányúltam az utcához, az van ráírva. És ide szoktam tenni az embereknek, hogy azért tudják, hogy Szekrényemben jó rendetlenség van, megnézhettek nyugodtan. Ez a focis cucc, amire járunk focizni a társulattal időnként, és ott az a focis cuccom van benne, meg a labda, meg ilyenek. Hát így néz ki alapvetően az öltöző. Van nekünk susolónk, kis ilyen kis... Igen, és akkor azt gondolom öltözőnként egy... Igen, öltözőnként egy. Hát alsó hangon körülbelül alapvetően négyen vagyunk egy öltözőben. Négy személyes egy öltöző, annyian szoktunk lenni. Hát előfordul, hogy esetleg többen jövünk össze, hogyha nagyon sokan vannak a darabban, de azért az a legritkább eset. Illetve több ember szokott kiírva lenni, de nyilván olyan embereknek van még kiadva az öltözők, nincsenek egy darabban. Tehát hogy egy asztal többen is használnak. Az enyémet hála Istennek csak én használom jó régóta. Én gyakorlatilag 20 éve öltözöm ennek az asztalnak. Én itt szoktam ülni mindig, aki is van készítve az utcom. Szóval ezt tudom mindjárt fölvenni. Ezt itt egy ezzel ragasztjuk fel. Jó, hogy ez folyékony állagú. Igen, folyékony állagú, és akkor fölteszik, és akkor megszárad. És akkor lesz ilyen, amit az arcon is van még talán nyoma. Ilyen. Valamit látni, igen. Még a szakállam volt hagyja fölrakva, ugye ez a másik darabba kell. Ugye nem másik felvonásba kell, ugyanabban a darabban, csak a másik felvonásba. Úgyhogy így hat hely van, és itt mondjuk, amikor a cirkusz hercegnő van, akkor ide bejönnek 40-en. Úgyhogy az azt jelenti, hogy 7 órakor kezdődik az előadás, körülbelül 5 órától már időre be vannak osztva az emberek hátában, hogy kinek mikor kell jönni, kinek mennyire, ugye ki kell számolni, ez most is az első öltözés környékén, nekik a fodrászoknak ki kell számolni, hogy kire mennyi idő kell, és az nem lett több. Tehát az annyi, hogyha valaki, azért nagyon nem illik késni. Ha 19 órakor este 7-kor kezdődik az előadás, akkor nekünk 18.30-ra már mit kell lenni, meg később, tehát előadás kezdés előtt fél órával. Aki később jön, de az előadás kezdés előtt még, de fél hét után, azt ugye egy öltözői késés az anyám, és ennek a komoly büntetés tarifái vannak, tehát ilyen pénzbevonások vannak, tehát nem lehet később jönni, fogyasztáról elkésni, nagyon nem illik, mert egy valaki késik 10 percet, akkor zsúszik az egész, tehát és ott be vannak osztva pontosan az emberek, kinek mikor kell jönni. De most csak ezzel a darabunkkal, most a három nővére kapcsolatban, az most még csak alakulóban van. Csak olyankor jön, hogy a nehézségünk, a két darab megy egyszerre, mert mondjuk a kamaraszínházban is megy egy előadás, meg itt is. És a kamarában ugye kialakul, hogy mit tudom én, Berdi jön 17.45-re, ő jön 17.55-re, és akkor a másik, mikor a másik darabban is így vannak osztva, akkor viszont egyszerre kell dolgozni. Tehát itt azért itt 4-5-6 fordulás, itt gőzerővel dolgozik az előadás előtt mindig, már órákkal előtte tulajdonképpen. De most ugye még csak egy darab próbál, ahogy a másiknak a mesének vége van, ugye az volt a bemutató előadásban, annak most vége van a félülénynek, és hát itt most megint fél hattól van öltözés, nincsen teljes próba, csak a harmadik, negyedik felvonás próbáljuk ma, úgyhogy azért mindenki kicsit lazul, amelyet én nem vagyok az elején például, úgyhogy balra menjünk le. Tehát itt egy négy emeletes irodaház még kapcsolódik ugye a színház testéhez húzva. Ott jövünk most le. És látjátok. Vissza. Kezdtünk dolgozni, hiszen itt jöttünk be. És most nem vagyunk. Sokat dolgozunk, kár így is. Szia Petra. Sziasztok. Szóval itt. Ez volt a kör. Úgyhogy ez volt a Miskolci Nemzeti Színház. Nagyon szépen köszönjük az idegenvezetést. Nagyon szépen köszönjük. Bármi lassan van, és mennem kell lassan. Köszönöm uraim. Köszönjük szépen. Időnként. Köszönjük szépen.